Start előtt a Csakonics József emlékverseny, úgy tűnik jól ugrott ki az egész mezőny a gépből. Az indítás után Almaszüred Fembadi Tasztik, aki nagyon gyorsan kezd. Városbíró nem is egyelőre még ott a frontban, Meteorit is úgy látom, hogy jól jött el, amikor valamint Nomád is jól kezd. Amikor nagyjából egy jó 1000 méterünk van még hátra a versenyből, Városbíró azonban szépen csúszik fel oda a közvetlen élmezőnyben. Almaszüred van előtte. Almaszüred, Városbíró, Márkusz alkotják a közvetlen frontot, és Császár is nagyon gyorsan talpon volt, és ott galopozik a közvetlen élmezőnyben. Nagyon nyílt egyelőre a verseny, amikor nagyjából 500 méterünk van még hátra. Almaszüred vezet, Városbíróval pedig, mint a próbálna várni, Stanislav Georgiev. Almaszüred, Városbíró kettőse az élen, valamint Márkusz van jó pozícióban. Almaszüred egyelőre nagyon magabiztosan van az élen, Városbíró pedig az öreg egyelőre úgy tűnik, hogy nem nagyon tud jönni, de még mindig van hátra egy jó 200 méterre. Márkusz átveszi időközben a vezetést. Márkusz vezet, Városbíró csak most fog tudni elindulni hátról, Meteorit próbál följebb zárkozni. Óriási verseny az utolsó 100 méteren. Márkusz már vezet, Márkusz Almaszüred, és jön az öreg Városbíró belül. Városbíró fölmegy a vezető lovak mellé, és Városbíró 11 évesen megvédi a címét a Csakonics József emlékversenyben. Városbíró, Márkusz Almaszüred, Meteorit, egészen fantasztikus, amit ez az öreg ló produkál. Hát és Georgievet is dicsérjük meg, mert várásra lovagolt 1200 méteren, abszolút tudatosan, nem kezdett rosszul. Aztán hagyta ugye lábra kapni, de mondjuk Almaszüred nagyon megnyomta az első 500 métert, amikor pedig már kezdtünk volna aggódni. Georgiev akkor sem aggódott, és csak az utolsó 300 méteren kezdte meg a zárkózást, a végén pedig egy biztos győzelmet aratott ott a falon. És ebből a hátsó képből is látod, hogy valami döbbenetes kondícióban van Városbíró, szinte kicsattan az erőtől. Ivaj erőben van. Mondhatnánk, hogy a korát meghazudtolóan jól néz ki. 2-es, 5-ös, 4-es a nem hivatalos befutási sorrend. Fembadi Tasztiknak nem volt momentuma. Császár is meg tudta verni a 3 évestől, azért ez egy nagyon szép futás.